Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Tej televízió híradóját látják, Jele Jászmin kész vagyok, több témáink néhány mondatban. Elkészült a Bonyhád-Börzsönyi játszótér, a településrész apraja nagyja besegített a munkálatokban. Áthaladt Tolnavár megyén a balatoni flotta. Múzeumok éjszakája, rengetegen voltak kíváncsiak a programokra. Padon játszott a Paksi FC, a szórakozás volt a mérkőzés célja. Több millió forinttal támogatta a Bonyhádváros önkormányzata, hogy a Börzsönyi település részen létrejöhessen egy új játszótér. A közösségi teret, amit a helyiek teljes egészében maguk építettek, a napokban adták át. Önfeledten vették birtokukba a vadi új játszóteret a gyerekek Börzsönyben. A kisebbek és nagyobbak is örömmel fogadták a focipálya mögött létrehozott közösségi teret. Akkor hintáztam, meg felmásztam ezeken az izéken, amik mászókán, ahol vannak a kislányok. A helyiek szerint nagy szükség volt már a faluban egy találkozási pontra. Anyukám börzsönyi származású, úgyhogy sokat járunk ide, úgyhogy örülünk neki, hogy van egy ilyen zárt tér, mert az út miatt elég veszélyes itt a gyerekeknek, de így akkor most már el tudjuk engedni őket. A Bonyhád-Börzsönyért Egyesület elnöke azt mondja, egy hatalmas közösségi összefogás eredményeként jöhetett létre a játszótér, hiszen minden ezzel járó munkálatot a falubeliek végeztek. Az egész falu összefogott, itt voltak a fiatalok, itt voltak az idősebbek, akik éppen nagypapák vagy nagypapák lesznek, vagy apukák lesznek, vagy már apukák, anyukák, nagymamák, mindenki jött, és mindenki csinálta a dolgát. Tényleg annyira összefogott itt most a falu, hogy ezt így nem is tudom elképzelni, hogy ennél nagyobb összefogás lehetséges. A játszótér 10 millió forintból valósult meg, amit Bonyhádváros önkormányzata biztosított az Egyesület számára. Lehet, hogy forintálisan ennyibe került ez a játszótér, vagy ennyit ér, de én azt gondolom, hogy ennél sokkal, de sokkal többet jelent, és többet ér nem csak a börzsönyieknek, hanem mindenkinek, aki részt vett abban, hogy ez megvalósulhatott, hiszen az a szó legszorosabb és legjobb értelmében olyan összefogással, olyan társadalmi munkával, olyan jó szervező készséggel oldották meg a semmiből ezt a játszóteret, amire mindenki nagyon büszke lehet, aki ennek részese volt. Az Egyesület nem először fogott össze az önkormányzattal, hiszen korábban már az erősen leromlott állapotú, életveszélyessé vált harangláb újjáépítését is támogatta a városvezetés. Rengeteg munkát adott a péntekesti és a szombati szélvihar a tűzoltóknak Tolnavár megyében. Néhány óra alatt 57 esetben riasztották őket műszaki mentésekhez. További egy alkalommal egy transzformátor robbant fel Pakson, ahol a villamos eszköz alatti növényzet gyulladt meg. A legtöbb esetben a leszakadt faágak, kidőlt fák adták a legtöbb munkát. Kerítésekre, háztetőkre, villanyvezetékekre dőltek és hullottak, volt, ahol gyökerestől. Dunaszentgyörgyön egy kémény is ledőlt, fóliával akadályozták meg a beavatkozó tűzoltó rajok az épület beázását, míg Dombóváron garázsba befolyt vizet távolítottak el. Áthaladt a Sió-Tolnavár megyei szakaszán az a hajó és konflotta, aminek a tagjai a Balatonon teljesítenek majd szolgálatot. A közel 20 vízi járműből álló kötelék múlt héten szerdán a komáromi hajógyárból indult el a Dunán. Komárom és a Sió torkolata között 272 kilométert tett meg, majd csütörtökön a nap végén érkezett meg a Kesselyűsi zsiliphez. A járműveket átzsilipelték a Sió csatornára, hogy Siófok felé induljanak tovább. Hasonló műveletre Magyarországon 40 éve került sor utoljára. Rengeteg programmal várták hétvégén a kultúrára szomjazókat a múzeumok éjszakája keretében. Tolna vármegyében, Szekszárdon, Bonyhádon és Dombóváron is esti tárlatvezetéssel, valamint egyéb érdekességekkel készültek a szervezők. Aztán elment a jó esze, hogy így melegben gyapjas tökfödele, vagy csak nem okka rejti búbját, ott a búbja néz. A szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum is csatlakozott a Múzeumok éjszakája országos programsorozatához. A négy helyszínen megrendezett színes kavalkádban minden résztvevő élvezhette az éjszakai barangolást. De még a gyerekeket is érdekes játékos tevékenységekkel várták. Puskák, ágyuk, harci fegyverek és földi maradványok. A szekszárdi múzeum minden évben csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez.
2023-ban is csatlakozott a Szekszárdi Ivosinszky Mór Múzeum a Múzeumok Éjszakai rendezvény sorozathoz. Idén is mind a négy kiállítóhelyünkön szerveztünk programokat. 17 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket. Van egy vezérfonala ennek a mai napnak, ez nem más, mint a zene, ami abból adódik, hogy két időszaki kiállításunk, a Vármegyeházán a Bogár István százas emlékkiállítás, illetve a főépületünkben az Omega 60 kiállítás, mind a kettő kapcsolódik népzenéhez, illetve a rockzenéhez. Bonyhádon is élvezhették a látogatók az éjszakában nyúló történelmi kalandozásokat. Még bajvívás bemutató is volt. Magyar történelme egyedülálló korszak, amikor a lovagi kultúra egyszerre van jelen a keleti lovasnomád hagyományokkal a harcászatba. A Dombóvári Művelődési Ház is csatlakozott az országos megmozduláshoz. Itt 11 helyszínen várták a vendégeket. Olyan dombóvári művész műveit is megcsodálhatták a nézők, akinek kiállítása állandó jelleggel a Magyar Zeneházában látható csak. Bemegy a látogató megnézni a kiállítást, akkor a Liszt Ferenc életéről különböző relikviákat lát a vásznon, és ezek összefoglalva az életének azt a korszakát egy ilyen asszociációk igazából a Liszt Ferenc életére. A 21. Múzeumok Éjszakáján országosan 450 intézményben több mint 2700 programmal várták a látogatókat szombat délutántól vasárnap hajnalig. Teherautóval ütközött össze egy személygépkocsi Nagydorogon, a kisebbik jármű sofőrje nem állt meg egy stopptáblánál, ez okozta a balesetet. Ő és a három utasa könnyebben meg is sérültek, miután az autójuk előbb egy villanyoszlopnak, majd egy virágládának csapódott. A szerencséjük az volt, hogy mindannyian használták a biztonsági övet. Folytatódik a központi költségvetés terhére elrendelt szúnyoggyérítés Tolna vármegyében ezen a héten. A szakemberek ezúttal is földi írtást végeznek a következő napokban az országnak ezen a részén, mintegy 5650 hektáron. A tervek szerint kedden, Pakson, Szerdán, Szekszárdon, Tamásiban és a környékén csütörtökön a sárközben dolgoznak majd a szakemberek. Az írtószer emberre és gerincesekre nem jelent veszélyt. 30 éves lett a Tamási Tambau Kft. A régió egyik legjelentősebb vállalkozásának ez alkalomból tartott ünnepségén egy új csarnokot is átadtak. Június 23-án pénteken ünnepelte a Tambau Kft. 30 éves jubileumát. A mára már a város egyik legjelentősebb cége, 3 évtizede csak egy géppel rendelkezett, most pedig egy több 10 000 négyzetméteres területen dolgozik a cég közel 100 alkalmazottja. Én gondolatom szerint évről évre, vagy ha úgy tetszik, napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra mindig egy kicsi téglával előrébb jutottunk és építkeztünk, amíg el nem jutottunk oda, hogy a mostani jelenlegi 30 000 négyzetméteres Tamási Szabadság utca végén található telephelyünkhöz értünk. Az ünnepségen a vendégek első kézből láthatták, milyen sebességgel növekszik a cég, hiszen az új csarnok átadását is erre a jeles napra tűzték ki. Egy előregyártó, tehát betontermék előregyártó technológiának a csarnok felépítményét fogjuk látni. Ez egy 2200 négyzetméteres csarnok, amely roham tempóban az utolsó másfél hónapban nőtt ki, ha úgy tetszik, gombamódra a földből. A programok délután is folytatódtak egy nyílt nap keretében az érdeklődők számára. Egyre több a kiskorúak által saját magukról készített intim felvétellel történő visszaélés, ez derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság friss jelentéséből. Mint írták, az Internet Hotline 2022-ben 2758 bejelentést kezelt, amelynek több mint 50%-a 1507 jelzés a korábbi évekhez hasonlóan gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalmakkal kapcsolatban érkezett. Emlékeztettek, 2016 óta folyamatos növekedést mutat az e kategóriában befutó panaszok aránya, és 2019 óta ebben emiatt érkezik a legtöbb bejelentés. 7. alkalommal rajtolt el a hétvégén a Babetta Balaton túra. A kétnapos, gyakran kisebb-nagyobb kalandokkal tűzdelt útjuk során a retro motorok kedvelői körbeszelik a magyar tengert. A kezdeményezés ötletgazdája Dombóvári.
idén is elrajtolt a lassan már hagyományosnak számító Babetta Balaton túra. A már 7 éve rendezett esemény évről évre nagyobb népszerűségnek örvend. A túrázók Dombóváról indulva vitték két kerekűjeiket Siófokra, ahol nyerekbe pattanva kezdték meg útjukat. Idén 7. éve lesz, hogy körbe megyünk a Balatonon, ugye Babetta túra a nevet, de túlnyomó rész babettákkal, de nem csak babettákkal, hanem mindenféle régi retro motorokkal, kinek milyen van. A három fővel induló első barangolás óta több változáson is átesett a túra. A motorosok két nap alatt két részre osztva utazták körbe a magyar tengert. Első nap Révfülöpig megyünk, ha minden jól megy, ott van a szállásunk, és akkor a másnap érünk vissza, ugye Siófokról indulunk, és oda is érkezünk vissza, hogyha minden jól megy, és hát bízunk benne, hogy mindenki célba ér, idén is, eddig is úgy volt. A szervezők elárulták, hogy az idei évben is sikerült minden résztvevőnek szerencsésen célba érnie, és jövőre is várnak vissza mindenkit a túrára. A futball népszerűsítése és a szórakozás volt a célja annak a mérkőzésnek, amit a Fadi SE és a Paksi FC vívott a hétvégén. Bordács József polgármester úgy fogalmazott, hogy szeretnének hagyományt teremteni a programból, akár évente meghívnák az NB1-es csapatot egy jó hangulatú edzőmeccsre. A hétvégén Fadra érkezett a Paksi FC első osztályú labdarúgó csapata, akik egy barátságos meccsen mérték össze erejüket a helyi klubbal. A mérkőzésen természetesen a cél nem az eredmény, hanem a szórakoztatás és a futball népszerűsítése volt. Bár a megyei másodosztályú gárda már a pihenő időszakát tölti, az utolsó 2-3 edzés mégis a felkészülés jegyében zajlott. A mérkőzés nagyon jó iramú volt, azért az látszott, hogy más tempóba közlekednek az NB-es játékosok, valamint az NB3-asok, mint mi. A mérkőzésnek a célja ugye az volt szerintem, hogy ugye népszerűsítsük itt a községünkben kicsit a focit jobban. Úgy érzem, hogy ennek is megvolt az értelme, nagyon sok néző volt, sok fiatal. A játékosainknak is egy plusz dolog volt, hogy játszottak ilyen játékosok ellen. Úgymond egy ilyen kis jutalom volt a szezon végére. A mérkőzés Bordács József polgármester ötlete volt, aki jelenleg is a Paksi Sportegyesület és a futballklub elnökségi tagja. Próbáltunk egy időpontot keresni, ami beilleszthető a Paksi futballcsapat felkészülésébe, és hát ennek lett ez az eredménye. Nagyon örülünk neki, hogy eljöttek az NB1-es csapatot, vendégül láthattuk. Az egész stáb itt van egyébként, tehát külön öröm számomra, hogy megtiszteltek bennünket ezzel. Úgyhogy így indult ez az egész, és én azt gondolom, hogy mivel Faddon is nagyon sok szurkolója van a Paksi futballcsapatnak, ez itt a településen élők is pozitívan fogadták ezt a meghívást. A település vezetője hozzátette, hogy szeretnének hagyományt teremteni a programból, akár évente vagy két évente is meghívnák az NB1-es csapatot egy jó hangulatú edzőmérkőzésre. 2021-ben egyébként a Fradi Öregfiúk, 2019-ben a magyar színész válogatott is járt már a Tolna vármegyei nagyközségben. Regionális híreik következnek. Hiába írtottak, nem segített, csótányokkal, ágyipoloskákkal van tele a pécsi lakótömb. Átadták Baranya első trafiboxát, a halálos újpetrai baleset helyszínén mérik a sebességet mostantól. A biztonságos strandolás a cél, rajzpályázatot hirdetett a rendőrség Somogyban. Csótányok, ágyipoloskák nehezítik a pécsi Nagy Ferenc tér önkormányzati tömbjében élők mindennapjait. A probléma a helyi közgyűlésen is előkerült, többször jártak már rovarirtók az ingatlanban, azonban nem sikerült eltüntetniük a kártevőket. Ez a pécsi Nagy Ferenc tér 9-10 szám alatti épülete. Az önkormányzati tömb problémája is szerepelt a pécsi közgyűlés eheti ülésén. A Nagy Ferenc tér 9-10 szám alatt található önkormányzati ingatlanban sajnos a rovarinvázió nemhogy csökkent volna az ezt megelőző írtások hatására, hanem valószínűleg elégtelen módszert alkalmaztunk, mert hogy ezek a bogarak egyre többen vannak, illetve rovarok, bocsánat. Félő, hogy ezek a rovarok nem csak hogy itt szaporodnak el, hanem átterjednek más épületekre is, így kérem Önt, hogy legyen segítségemre, és tegyünk valamit érdemben a rovarok ellen. Ezzel a kéréssel fordult a pécsi polgármesterhez az önkormányzati képviselőasszony. Bognár Szilvia úgy tudja, hiába írtották itt a csótányokat, ágyipoloskákat, még mindig vannak a lakásokban, lépcsőházban. A polgármester kétkedéssel fogadta ezt a feltevést, ami válaszából is kiderült.
Az, hogy miért pont közgyűlések előtt jönnek elő ezek a bolgarak, azt magam is kíváncsian figyelem, de el tudom mondani, hogy idén februárban, márciusban, áprilisban és júniusban is volt rovarítás az épületben. Legutóbb a múlt hétvégén történt beavatkozás, úgyhogy azt gondolom, hogy az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy ezek ettől végre, ettől a kártevő veszélytől, kockázattól megszabadítsa nem csak a Nagy Ferenc téri lakókat, hanem bárki mást, aki ilyen küzdelmekkel szembesül. A lépcsőház bejárati ajtaján még mindig kint van az értesítő, hogy rovarírtást végeztek itt. Ezt elismerték azok a lakók is, akik az arcukat nem vállalva, de nyilatkoztak stábunknak. Azt mondják, az írtás ellenére még mindig vannak kártevők a lakásokban. Hát még vannak bogarak, csótány is, meg poloskák is, és próbálunk segítséget kérni, de nem nagyon akarnak segíteni. Sajnos nagyon el vannak szaporodva. Nagyon sok a csótány, bogár, de azóta valami ott ide költöztették a Lánc utcai lakosokat. Sajnos. És mi is szívesen el szeretnénk innen költözni, mert ilyen helyen nem szeretnénk együtt lakni, főleg nem egy 4 éves kislánya. Ez az anyuka azt mondja, próbálták megoldani saját forrásból is a problémát, de nincs eredmény. Mi hiába csinálunk akármit. Mi saját pénzből is már kihívtam őket, hogy írtsanak nálunk, hogy ne szaporodjon úgy el, de hát fölösleges. Meg ugye ameddig itt van egy pár lakó az 5. hogy a kukából kiveszik azt, amit mondjuk mi kidobunk, és akkor ide fölhozza magához. Most ezek után ugyanott vagyunk. Ezeket a felvételeket az ott lakók készítették a kártevőkről. Egyelőre nem tudni, mikor lesz újra rovarírtása a lakótömbben, és az sem, mikor oldódik meg a csótányok és ágyipoloskák írtásának problémája. Már működik Baranya vármegye első trafiboxa, amit Újpetrén a Kossuth utcában telepítettek és csütörtök délután adtak át. A településen megnőtt az átmenő forgalom, az egyenes utcakaszon pedig sok autós nagy sebességgel érkezik be és hajt át a lakott területen. Tavaly anyát és lányát ütötték el a főutcán, akik nem élték túl a balesetet. Ez az újpetrei halálos gázolás helyszíne a Kossuth utcában. Itt ütött el egy autós a kerékpárral közlekedő édesanyját és lányát tavaly májusban. A 37 éves nő a helyszínen, a 12 éves kislánya kórházba szállítás után vesztette életét. Ez szintén az újpetrei Kossuth utca tavalyi tragédiától nem messze, csütörtök délután. Itt adták át azt a trafiboxot, amivel kiszűrhetik a gyorshajtókat ezen a szakaszon. Az újdonság az maga a doboz, a trafibox készülékünk, ami a sebességmérőt rejti. Ez az első ilyen trafibox eszköz Baranya vármegyében, és egyedülálló most jelenleg Újpetrén ez az eszköz. Mondja a Baranyai Közlekedés Rendészeti Osztály megbízott vezetője az eszközről. A sebességmérő eszközt tartalmazó dobozt egy akció keretében kapták. Amikor az Országos Baleset Megelőzési Bizottság megkereste a megyéket ezzel kapcsolatban, hogy hol van igény ilyen trafibox készülékre, amit ők már ugye beszereztek, de szétosztanák, akkor szempont volt az is, hogy itt azért a tavalyi évben egy igen tragikus baleset történt, és az is szempont volt, hogy ugye a gyorshajtás még mindig baleseti vezető ok. És itt Újpetrén, ezben a hosszú egyenes faluban sajnos elég jellemző a sebesség túllépés. Ezért megkeresték a település polgármesterét, hogy vállalják-e az eszköz telepítésével, működtetésével járó kiadásokat. Vállalták, hiszen az autópálya és villány közelsége megnövelte az átmenő forgalmat, mondja a település vezető. Akik az autópályán keresztül jönnek ide Újpetrére és lehajtanak, és jönnek még 10-13 kilométert, azt a sebességet próbálják tartani mind a pályán, és nagyon nehezen veszik vissza. És itt nekünk van iskolánk, óvodánk, vannak időseink, akik napközibe járnak ebédért. Valamit kellett tenni annak érdekében, hogy ez a forgalom lelassuljon. Ezt megtettük annak idején a Magyar Közúttal és a hatóság, a rendőrséggel, a Siklósi Kapitánysággal közösen, hogy 40-es sebességkorlátozási táblákat raktunk ki,
ez nem tette meg a hatását. Más figyelmeztető táblák sem, ezért marad a sebességmérés, amit napszaktól és időjárási viszonyoktól függetlenül bármikor végezhetnek ezután. A Trafibox vandálbiztos a mérőeszköz működtetéséhez biztosítja a hűtést, a páramentes állapotot. A doboz telepítése 3,2 millió forintjába került az újpetrei önkormányzatnak. Rajzpályázatot hirdetett a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság az általános iskolások körében. Téma a bűnmegelőzés volt, amelyre közel 80 pályamű érkezett. A pályázat eredményhirdetését a Fonyódi kikötőben tartották. Ezzel egy időben elindult a hajó úton a biztonság felé rendőrségi roadshow is. A legügyesebb rajzokat jutalmazták a rendőrök a Fonyódi díjátadón. A legtöbben a szüleiktől, tanáraiktól értesültek a pályázatról. Anyukám mondta, hogy van egy ilyen pályázat, aminek az a neve, hogy biztonságos nyár, és akkor mondta, hogy rajzoljunk egy ilyen, hát ilyen rajzot. Témaként sokan választották a strandokon a pihenni vágyókra leselkedő veszélyeket. Azt szerettem volna lerajzolni, hogy az otthoni védelemről, de aztán végül sokkal szebbnek gondoltam egy tengerpart felé, úgyhogy inkább ezt rajzoltam. Hogy ne rakd a zsebedbe a telefont, ugyanis könnyen kivehetik a zsúfolt tömegben. A gyerekek nem csak rajzaikon, de a mindennapi életben is figyelnek magukra és környezetükre, akár strandolás alkalmával is. Arra, hogy a cuccait lehetőleg mindig zárva legyenek, és ne szabadon, ugyanis a sok ember, akár hogyha bemész a vízbe, könnyen elvertik. Aztán, hogyha például kis állattal mész, akkor mindig legyen víz nála, és sose zárd be az autóba, nehogy baja legyen. A rendőrség munkatársai a szezon kezdetével folyamatosan figyelmeztetnek a strandi lopások veszélyeire. Itt elsősorban arra szoktuk felhívni a figyelmet, hogy ahol van értékmegőrző, azt mindenképpen használják, illetőleg a strandokra csak azokat a dolgokat vigyük magunkkal, ami feltétlenül szükséges. Tehát nem kell 87 telefont odavinnünk, nem kell a félretett pénzünket mindent odavinni, hanem tényleg csak azt, ami nagyon szükséges, illetőleg amit minden évben elmondunk, hogy a törölköző az nem értékmegőrző. Attól, hogy leterítjük a törölközővel a telefonunkat, pénztárcánkat, az nem fogja megvédeni. Tehát azt javasolnánk, hogyha többen vagyunk, akkor valaki mindig maradjon ott az értékekkel a pokrócunkon. Tehát ne úgy menjünk be fürdeni, hogy teljesen magára hagytuk. Szomszédok ugyan vannak, de nem biztos, hogy ők pont azt fogják figyelni, hogy a mi dolgaink megvannak-e, mi plédünkön minden rendben van-e. A bűnmegelőzési standokkal néhány éve már a balatoni hajókon is találkozhatnak az utazók, és a diákok idén is segíteni fogják a rendőrség munkáját. Közösségi szolgálatos gyerekeket próbálunk bevonni a programba, így elképzelhető, hogy találkozunk ilyen gyerekekkel bűnmegelőzés feliratú pólóba, viszont a roadshow-k azok menni fognak folyamatosan, ezekről tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mikor, hol találhatók meg ezek a roadshow-k. Itt akár a nyári szezonnal kapcsolatban, akár általános bűnmegelőzési tanácsokat is kaphatnak játékos feladatok a fejtörőkkel. A különböző szórólapok, kiadványok, figyelemfelhívó plakátok szabadon elérhetők az önkormányzatok által üzemeltetett strandokon is. A szakemberek azt kérik, hogy kellő körültekintéssel és csak a legszükségesebb dolgokat magunknál tartva induljunk a strandra, hogy valóban önfeledten pihenhessünk a tópartján vagy a medence szélén. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Elkészült a Bonyhád-Börzsönyi játszótér, a településrész apraja nagyja besegített a munkálatokban. Áthaladt Tolna vármegyén a balatoni flotta. Múzeumok éjszakája, rengetegen voltak kíváncsiak a programokra. Paddon játszott a Paksi FC, a szórakozás volt a mérkőzés célja. Kedden felettünk lesz a hidegfront, már délelőtt is előfordulhatnak elszórtan gyenge záporesők, de még döntően napos, füllett idő várható egyre több felé megélénkülő széllel. Délután már erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan, de elsősorban északkeleten, valamint az ország délnyugati harmadán alakulhatnak ki esőzések. Estére, éjszakára elvonul a front, kitisztul az ég. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!